Hát ja, birtokoljuk a labdát. Gyerekek, tiki takásodunk. Vagy possessionolunk, vagy mi annak a taktikának a neve. Juan, de mit tudom én, milyen possession. Nem is tiki taka. Na most ilyen játék után mit lehetne mondani a fiúkra? Semmit. Menjünk ki a második játék része, és kész. Szia Kristóf. Igen. Ez még az ukrán csapat, persze, persze, hogy ne. Szia Tocsi. Az igen, Bálint. Hát sok sikert hozzá tényleg. Kemény cél. Biztos. Én nem bírnám megcsinálni, azt úgy tézi her. Sajnos. A kutya meg a macska. Azt hittem, hogy a végén már lesz itt valami. Lesz itt valami csoda, de nem sajnos. Most ott még mindig nem tartunk. De hatodik perc. Nem tudom egyébként, hogy most ebben a fél időben javultunk-e vagy sem. Vagy maradt minden az, ami az első fél időben is volt. Egy biztos. Maksovszky borzasztó nagyokat véd. Nagyon-nagyon jó kapus. Ő tényleg, hát ő eddig menti nagyon nekünk itt a pontot. Mérkőzésről. Hát jó lenne, hogyha már a támadók is valamit hozzáterének a mérkőzéshez, mondjuk ott is elől is voltak helyzeteink, csak egyszer nem tudtuk értékesíteni. Jó lenne tényleg a metalisztak a rengeteg hibáját kihasználni. Megbüntetni őket egy góllal. Jó, nem jó. Majdnem, gyerekek, ott vannak a rések. És téd a kapus. Dorenko kapus. Szép labdaszerzés. Mina. Na. Épp játék. Pasev. Rálövít. Mekkora gól a rutinnal, ugye? Ugye, ugye? A rutin. Na. Fú, fú. Basszus, de eltalált azt. A semmiből. Sisi. Oda néz. Szerték. Gyerekek, mekkora gól. Most kell leparkolni a buszt, mi? Nem. Az a gyengék fegyvere. Meg Mourinho-é. Nem. Nem parkolunk semmit se. Az ellenfél kapuja elé parkolunk le mindjárt. Most még rúgunk nekik egyet vagy kettőt. Figyelj csak. Hát, ugye nem tudják a taktikát, ez a legjobb. Egyet csak bevakkolunk. Na majd, ha megtanulják a taktikát, akkor megint jön a szürke játék. Hogyan birtokolunk így ennyi labdát? Ennyi labdát. Egyszer az összeset. Patyushin, Kulis, Visinevski. Kulis, ez az. Kulis, jó, hogy te veszi, Pashev fölé. Hát nagyon elbízta itt pár magát. Látom. Visinevskit én le is fogom hozni szerintem. A kérdés az, hogy Sidorenkót hozzuk föl helyet? Hát hozzuk föl őt. Csevenyukot pedig bal oldalra? Na nézzük meg, ő legalább egy jó pontrugó lesz nekünk majd. Az egészen tuti ziher.
Azt mondja, hogy akkor taladunk ennek. Na? Atyusi jó játszik. Na, Kulis! Gyönge. Legalább látjuk, hogy mennyire adogatta pontosan. A legrosszabb Putyin. Más játékos mennyire pontos. Azt a taradud a 76 átadás. Kulis! Megszabda volt! Már megint! És kihagyja a meccslabdát! Hát eldönthette volna az egész mérkőzést a barom. Milyen támadó ez a Kulis? Na Kulis, gyerünk, befutottuk. Tegyük vissza. Atyusin, ez az. Ott a beadás, Putyin. Á, kurva, nem jó. Kezdjük előre gyorsan, gyerünk gyorsan, gyorsan, 88. perc. Nehogy itt lekontrázanak. Hé. Jó, szép, szép. Putyinnak a jó labda, gyönyörű. Most középre, Kulis! Már megint lemarad róla ez a gyerek, hát megőrülök. Hú, gólt fogunk kapni. Megpróbáltunk megint 19 lapot húzni. Hogy már majd hagyom 20-ra. És nem fogunk jól járni. Jó. Így rendben is van a dolog. 89. perc. Még mindig 89. perc. Most talán mi jövünk? Igen, mi jövünk. Azt gondoltam, hogy meg fogja szerezni az ellenfél a labdát. Ezek az előre rúgott labdák. Mindjárt eltöröm a lábukat. Na, Putyin le kell fejelni, Semenyuknak. Hát, még a feje se jó Putyintól. Kértem, hogy hogyan tudott adni egy gólpaszt. Oh! Az milyen szerelés volt Pashevtől? Hát én már ott azt gondoltam, hogy el fogja fújni a büntetőt. És nem. Nem fújta be a büntetőt. Szia, Tomi. 93. perc. Gyönge 2 perc van még vissza a hosszabbításból. Super. Sidorenko hozhatja a labdát. Sidorenko hozza is. Sidorenkót buktatják. Dimitrenko. Gyas istálat. Olyan nevek vannak, megőrülök már tőlük. Nem bírom őket kiejteni. Azon gondolkodom már mióta basszus, hogy hogyan büdös francba tudnám kikerülni ezeket a neveket. Ez semmi ötletem nincs erre. Esetleg úgy. Várjál, megint rólatok elnevezzük a játékosokat. Na, hogy mindjárt megyünk innen el, szóval most már hova nevezgessünk, nem? Na, egyébként várjál, hát gyertünk! Gyerekek! Ki a franc gondolta volna ezt? Az esélytelenek nyugalmával vágtunk bele ebbe a találkozóba. És a torony magasan a lista vezetőt elvertük. Igaz, hogy a kapusunk nagyon hozzájárult, nagyon nagyban. Támadóink meg hát nagy nehezen csak be tudtak makkolni ott egyet elől. Ó. Szia, Maestro! Jól vagyok, Tomi, köszönöm kérdésed. Te hogy vagy? Meccslabdája volt Ozsi alias Simnek.
De Medvegyev egyenített. Azt a rohadt életbe. Az igen. Hú-hú. Őrület. Jön a döntőszett. Azt a mocskos istálóját. Az kemény. Pedig Medvegyevnek nem adja. És basszus, hogy összeszedte magát? Nem semmi. Elképesztő. Ezeket a ritmusváltásokat mondom én. Vagy mondtam tegnap is, hogy azt is bámulatos, hogy hogyan fordulni. Szarás. Át tudnak kattintani magukba dolgokat. Készen elképesztően döbbenet. Na, akkor jó lesz ez a taktika? Talán. Bízunk benne, hogy jó lesz. Talán még ezt érdemes volna kivenni innen a frandra, és akkor nem lesz itt talán túljátszva minden támadásunk. Meg az egyéni utasítások még talán lehetne valamiket. Ha jó lesz ez. Hogyan tudtunk ennyire birtokolni labdát? Furcsa volt ez nekem. Na gyerünk! Leleplező dokumentumok és hangfelvételhez jutott lapunk. Balazsin vezetésű foci csapat 20 ezer eurót fizet egy csapatnak a győzelemért az ukránoknál. Na igen? Hoppá. Micsoda info. Forrás? Nincs megjelölve forrás. Figyelj, ez olyan, hogy böfögök egyet bele a levegőbe és... Azt közé teszem. Kérdetlen, micsoda szennylapok telepehetnek, basszus. Vicc. Örületek dolgok. Ne is haragudj azért. Olyan, tehát... Többenet. Hát nem így... Hát nem így van. Á. Egyik kutya, másik ebb. 15. helyzet ellen fogunk játszani idegenben. Maradjon ez a taktika? Ha most elsőt vertünk el vele. De azért ez FM nyelven azért ez nem mindig jelent jót. Pláne, hogy... Na most akkor vázolom a tényeket. Pásáev az első helyezett ellen az előző mérkőzésen szóhoz juthatott, kezdőként. Végigjátszotta a találkozót, élete meccsét játszotta. Rugott egy bombagolt, azzal a góllal nyertük meg a mérkőzést. Ismétlem, első helyezett ellen. Majd jön a jelentés pár napra rá, aki amúgy szezon végén visszavonul, fixen. Lesérült 3 + 6 hónapra. Tehát mivel visszavonul szezon végén fixen, ezért pénzt ugye nem áldozunk rá, nem költünk specialistára. Hát ez van most, hogyha élete végén bicegni fog, akkor bicegni fog. Ez van! A csapat minuszban van! Azért sok pénz, 1200 eurót specialistára költeni, hát tudod mikor? Hát ennyi volt, tőle így el is köszönhetünk. Szia, Pasev! Ennyi volt ő. Szomorú dolog ez. Teterenko menjen akkor a helyére? Mikor jó tud passzolni legalább. Na, menjen a Teterenko, nézzük meg. Rossz hely. Francba tudom megnézni, hogy... Ja, itt jó. Hát, ja, csak és kizárólag középhátvédet tud játszani. Persze, majd elmegy ő saját pénzén specialistához. Úgyis keresett ő itt elég pénzt. Ja, igen. Nagy erőt tett a bombagolba, nem bírta az öreg. Jaj, éjszakás vagy, fáradt vagy. Hát ez nem lehet hozzászokni, mi Tomi? Ez ilyen...
Ez van dolog. Ezzel együtt kell élni, az kész. Tehát kövő így tudom elképzelni ezt az éjszakázást. Már lehet, hogy én meg szeretném, basszus, nem tudom. Tehát most... Na, kicsit okoskodok. Van... Kicsit. Mikor csinálom másként? Mit szerénykedek? Ez az álszerénykedés. Uram, na! Anyát, 700 át. Minának a formáját meg sem tudom dicsért... Fitválni akarnám igazából, mert szarul játszik. Nem tudom. Helyette tudnék esetleg más betenni a középpályára? Ja, senkit. Aha. Ide. Kosovski. Hát igen, ez a roaming playmaker, ez kuka volt. Mondjuk az előző meccsen nem volt ő rossz. Meg hát mindenki jó volt, tehát most nem lehet senkit úgy kiemelni, úgy lefelé. Jó, Shevchenko. Hú, igen. De vajon mi lehet Kulisnak a baja? Miért ilyen kis balfácán? Tehát ő egy idős játékos. Hát... Igen, mondjuk 9-es finishing. De hát rutin! Hát ott a rutin! Nem lehet csak úgy überelni, meg a 15 gól! Hogyan tudod 15 gólt lőni? Nem is értem. 2,4-es ott. Ja, értem, Tomi. De ez mondjuk így akkor jó. Ez jó. Így legalább könnyebben ráhangolódsz a dologra. Nem üt vissza. Hát megdicsérjük a srácokat, hogy jók voltak az edzésen. Picikét, hogy a morál egy javítva egy csapaton belül. Fontos dolog. Majd egy kiját. Tényleg, van már csapatvezető? Még mindig nincsen vezetőnk, basszus. Beszéljünk Kulissal. De miről? Kérünk tőle tanácsot? Kérünk tőle tanácsot, és akkor ettől megy föl a morálja picikét. Hát, ha egy picikét sikerülne még itt azért még többet kifacsarni a játékosokból. Jaj, nem, fizetés ne csökkentse, mert itt biztos, hogy össze fogok vele veszni akkor. Aklowski? És beszélgetünk? Egy nagyszerű ember egyébként. Csoda, hogy még ennél csapatnál van. Aliukkal is beszélünk. Mégiscsak csapatkapitányunk. Fontos ember. Ez az. Hát egy picikét talán tudtunk kozmetikázni rajta. Vagy talán mondjuk lehet inkább azokkal a játékosokkal kéne foglalkoznunk jobban. Megbüntessük a rossz teljesítménye miatt? Tudikot? Na, egy napos csekket adunk neki, és akkor beszélgetünk vele. Kérünk tőle tanácsot. Ő mit gondol dolgokról. Ennek ő nagyon fog örülni elvileg. Nagyszerű. Van-e valami más dolog itt esetleg, ami... Hát kivel lehetne? Ha el is fogadta egyébként a büntetés, Dudik, korrekt volt. Hát igen, mondjuk ez a otthon dolgozós melók most azért úgy rendesen berobbantak. Ennek a végén lehet, hogy majd lesz hosszú távon valami, hát nem is tudom,
ilyen előnye úgymond, talán, hogy most ez a jelenlegi helyzet így berobban. Nem tudom, mert mit gondoltak erről, hogy ez még mennyire helytálló, mennyire hasznos a cégeknek, mennyire tud ez hasznos lenni, mert azért nem nagyon, lehet, hogy kevésbé láttak rá dolgozókra, hogy ők most ténylegesen dolgoznak, vagy mi van, hogy van. Nem tudom ezt átlátni. Ja, egyébként várjál! Most nézem, hogy Magnoski szezon végén távozik. Hát haver! Szép vagy! Gratulálok! Így oda egy szarházi! De figyelj ide, apukám, én is távozom. Na, ehhez mit szólsz? Ja, egy gép elromlik, hát igaz, otthonra nehéz lenne, ja. Ja, hát így legalább lehet van a streamet nézni, persze. Ja, ami kis cégeknek ideális, főleg ha most indul. De nehéz, mert kevésbé tudod elválasztani a munkát a szabadidőtől. Aha. Ja, ez de, figyelj, Tomi, nyugtasson azt, hogy ehhez nem kell éjszakázni. Hát azért mondom ezt most, mert én néha így elindulok, sétálok, és ott vagyok, egyszer csak így teleport, mint hogy egy teleportálnék, és ott vagyok a boltban is. Mi az? Hogy kerültem ide? Közben ordít a fejemben a zene, és így... Na mindegy, vegyünk valamit. Na már itt vagyunk, na, ne nézzenek hülyének. Tórjuk a lóvét. Ja, akkor már két kézzel. Na, úgyhogy... És nem szoktam éjszakázni. Na. Nézzük akkor a következő mérkőzést. Most vendégségben kell helytállnunk. 15. helyezett ellen. Abszolút kieső helyen van a Kremlin. Szinte már azt lehet mondani, hogy ők fixen kiestek. Nyilván matematikai esélye még, hogyha jól számolom, van ennek a csapatnak. Tehát az... Halljuk be, hogy igen, csak csekély. Tehát kötelező a győzelem. A mi részünkről kötelező a 3 pont begyűjtése. Ha sikerülne a 3 pontot begyűjteni ezen a találkozón, akkor azért ezzel nagy lépést tehetnénk ispét afelé, hogy küzdhessünk a feljutásért, és Putyin egy lesz góllal kezd az első percben. Ha ez már azért valamit azért jelent, hogy ennyire hirtelen és könnyedén ott elő tudtunk lenni. Már lehet, hogy ez most egy intőjel lesz majd a Kreménnek, hogy sokkal fegyelmezettebben védekezzenek. Még változtathatnak. Bízunk benne, hogy most... Kulis! Minek is emelem a hangom. Hát les is volt egyrészt, másrészt meg. Kulis szökő évente egyszer rúgult. Még akkor ebben az évben jó sokszor szökött az a valami. Mert már 15-ször betalált, szóval 15-ször legalább szökött. Volt valami szöktetés. Marad a 0-0. 7. perec. Dudik jön a bal szélről. Nagyon meghúzta. Ott a beadás. Kulis! Ki sem mondom többet a nevet, a rohadt paraszt. Hülye gyerek. Ez vagy fölé rúgja, vagy mellé fejjel. Más se tud. Csak ezt. Folyton folyvást. Visinevski, nem Visinevski, Dudik játszik jól, és minap, tehát a bal szélünk konkrétan. Mi van ott a bal szélen? Semmit nem állítottam a bal szélre. Ugyanaz van, mint a jobb szélen. Miért nevetek? Istenem! Mindegy. Na, most azért álljon már meg a fákás felvonulás itt. Vigyázzunk magunkra. Hello, nehogy itt gólt kapjunk, mert azért egy gólos hátrányból felállni, hát nem egyszerű dolog. Egy jó indítás, Visilevski, nem éri be. Miért nem? Most jöhet egy kontrával a hazai csapat. Na,
Ott a beadás, mellé. Az szép. Jó fölbátorodott a Kremin. Ezek most nagyon beindultak. Dudik a labdával. Gyerünk, Dudik. Hol játszol eddig, apukám? Nyomjad neki. Nagyon pontosan adokat ezen a mérkőzésen. Eterenko! Á! Enge. A fáját. Nem jó. Baj van. Nincs baj. Per. Azért odaszólunk a játékosoknak, hogy azért csipkedjék már magukat, mert ez így nem állapot. Mégiscsak kiesők ellen játszunk. Hát ez azért valljuk be nagyon érett. Megérdemeljük. Mert trógerek vagyunk hátul is. Elő meg nem bírom gólt lőni. Úgy van. Van hát, persze. Nagy lószar. Ohoho. Apukáim. Apukáim. Mi ez? Na putyinka. Valamit intézzél? Úgy közép-közép fele orientálódjunk. Szép. Az is! És gól! Hát micsoda gól Teterenkótól! Gyönyörű! 1-1, megint a jobb hátvéd. Hát valami van ott azon a poszton. Vágos a taktika. Nézzenek oda, megint a jobb hátvéd. Teterenko, kapásból. Ez is bődeletesen nagy gól. Szép. Nagyon szép. Visinevski mennyire szarul játszik. Nem szégyeled magad? Ki az a ninja csávó? Na, odani! Há? Nem. Még nem. Pedig érik a következő találat. Ugye? Elvileg érik. És ott a második gól! Marcos Mina! A két szélső védőnk! Teterenko és Mina! Ez hihetetlen. Hogy kerül ő oda előre? El van tévedve, nem tudja a taktikát. Istenem. És ez a szerencsénk. Bal hátvédként. Ott előkolbászol a szerencsétlenje. Hát iszta nem normális. Na González! Jó! 3-1! Gyönyörű! Gyönyörű! Ó, de szép! Csodálatos találat! Lobovtól indul az egész akció, aztán Putyin pedig ez az indítással, hát ez mesteri. És González gyönyörű sprintet levágott,
Azt követően kapus mellett elhúzta a labdát, és kapuba megurította a labdát, onnantól kezdve már egyszerű volt számára. Megint González. Peterenko, Putyin, Putyin! Nem talál be Putyin. Pedig megérdemelte volna. De legalább ezen a mérkőzésen is van már egy gólpassza, ahogy az előző mérkőzésen is. A Rudenok vajon hogyan fog játszani, így hogy csereként állt be? Az előző meccsen is ez volt vele. Szerintem a következő meccsen már kezdő lesz. Megpróbáljuk, mert Visilevski akárhol van rakom, akár milyen szerepkörbe. Belső támadóként is rakásszar volt, most szélsőként is. Szóval akkor ő mire jó? Minek jó? Mi legyen ő vele? Érthetetlen, szerintem. Huszavágé? Ja, hát... Meglátjuk, ja. Kíváncsi leszek rá. Remélem jó lesz. Szia TMC! Jól vagyok, köszönöm kérdésed. Örülök neki egyébként, hogy tetszett. Örülök neki. Hát mondom, egy jót beszélgetünk. Jól esett nekem is nagyon ez a beszélgetés. Hosszú volt, jó hosszú volt, mikor még tudtam volna beszélgetni, lett volna miről. Picit azt éreztem, hogy sok mindenről túl sokat beszéltem, de elvileg nem. Hát mindegy, szüzesség elvesztések szerintem tökéletes volt így. Úgy gondolom, tökéletesek. Hát majd legközelebb talán jobbra sikeredik. Ha lesz rá alkalom meg. Olyan dolog lesz. Távol jó. Jó srácok. De mégis most nem is akarom magamat ismételni, ott úgyis elmondtam mindent igazából. Tegnap szándékosan úgy készültem, hogy legyen azért kerek egész az egész dolog. Az egész beszélgetés szerintem így visszagondolva olyan volt, hogy elindult a legelejétől. Tehát ez volt eleje meg vége is azért. Maximum annyi, hogy egy-két részlet azért persze kivaradt, meg lehetett volna még mit részletezni, meg lehetett volna még jobban felkészülni rá általam, hogy még több információval tudjak szolgálni. Ezért bizony, hogyha belementem volna itt a részletekbe, akkor lehet, hogy kúnyán beégtem volna, hogy ilyen információkat nem tudok. És azért néha kellett kapaszkodnom, hogy eszembe jussanak a dolgok. 5-kor? Miért kisokoska? Miért 5-kor? Hát az tegnap volt. 5 órás kerés, vagy 4 óra 10 Róltanádál mérkőzés. Hogy arra gondolsz? Lehet, hogy arra gondolsz. Ez az jóval szép volt. Ja, arra gondolsz? Hát persze sikerült az, hál' Istennek, igen. Érdekes volt. Érdekes volt, mert fölkeltem, és gyönyörű szép sötétség volt, ugye hát tél van, nagyon későn világosodik, és én ezt hát szeretem. Nyilván persze, amikor reggel korán fölkelt kellnem, 6:30-kor ettem a kis tengeribet, vagy 7 órakor, akkor még mindig sötét volt, és mondom, így indulok el, rohadt hideg van, meg amúgy is fáztam, mert jaj, izgulok, úristen suli, jaj, mi lesz, hogy lesz. 28 dolgozat, megint ma is 5-1-es, egyszer szemiszeme, már elegem van. És akkor nagyon utáltam. De most már, hogy ez nincs, nagyon szeretem. Főleg, ha Ausztrál Open van. Tehát ez így, ez a legjobb kombó. Csodálatos ez szerintem, ez az időszak. De ez a decemberre való felkészülés, ez az évzáró, karácsony, új év, jön az Ausztrál Open. Ez az időszak, tehát ezek 2-3 olyan hónap, hogy én nagyon szeretem a telet. Hol az csodálatos. Már csak annyival lehet-e szerintem jobb. Terény véleményem szerint, hogyha esetleg több hó esne. Nem is önmagában az, hogy a hóesés, az is csodálatos. De hogy maradjon is meg. Hát ebből nekem idén, eddig talán ha egyszer láthattam ilyet.
sétafikálni nem sétafikáltam benne, de egyszer. De az ilyen nagyon kis gagyi volt. Hát ilyen 100 méterenként volt egy kis oda okádott valami, aztán ok. Azon keresztül hasítottam, aztán ennyi volt. Hát ja, kell szélső védő, hát most ő milyen várjás? Jobb szélső. Hát most ott van Dest. Azt mondja, hogy Alves, de hát Alves meg most mennyi van Alvesben? Egy vagy két év? Maximum? Vagy nem tudom most ő neki milyen elképzelései vannak. Hát gyanítom attól függ, hogy milyen lesz ez a bagé gyerek. Milyen minőséget tud képviselni a Destemet. Destet én nem tudnám bántani egyáltalán. Ő egy borzasztó jó játékos. Destért nincs oda, Csavi. De miért? Még szerintem marha jó játékos. Ó, hát nyilván még mindig nem egy Alves. Alves gyorsasága még ha régi volna, hát kenterbe verne mindenkit. Ezzel a mentális erőléttel, ami neki van, bámulatos, tiszteletre méltó. Ez a mi becenevünk, The Salads. És ez már rekordnak számít, hogy 12 meccset nyertünk. Azért ez sokat elárul a teljesítményünkről szerintem. No! 4 forduló van vissza, itt az alja meg bágos, szerintem. Elég fura. Most jó. 4 mérkőzés van vissza. Játszunk a 9. helyezettel hazai pályán, aztán utazunk a Girdikhez, 13. helyezett ellen, aztán az Olimpiket látjuk vendégül, akik 11. helyen állnak, és végül Obolon ellen játszunk, idegenben, ez lesz az áróforduló. Meg lehet még a 4. hely, én nagyon-nagyon bízom benne, megnézzük a fő riválisunkat, a Karpatyot, ők játszanak az Allianz ellen, a Metalist ellen, nagyon jó, aztán a Kremin, őket most vertük el, és a Cserkaszi ellen is játszanak, vagy Cserkaszi. Oké. Hát nekünk hozni kéne itt a meccseket szerintem. Ezt én meg szerintem vissza fogom tenni most. Hát tanulják be ezt. Így, ahogy... Mit módosít ez? Semmit. Nagy sem módosít. Hát jó, jó ez így. Ja, rekord lehet? Akkor még nincs rekord. Ja, így van, 15. Megelőlegeztem a rekorddöntést. Jobb lett volna elolvasni teljesen. Lehet, hogy őt kellene megpróbálnunk, ezt a Gracsovot. Ő egy gyors srác. Gyorsasága miatt szavazok neki most bizalmat. Tudjon futni, kész. Az már jó.
Ennyi volt Kulis. Gonzáleznek szabadok bizalmat. Inkább most. Hát... Na nézzük a mérkőzést. Remélem, hogy sikerült jó döntéseket hozni a mérkőzés előtt. Van. Földek a lilák ellen. Fradi Újpest. Majd, hogy nem. Hát, azért remélem, hogy nem lesz ilyen Fradi Újpest hangulat ennek a mérkőzésre, mert akkor biztos, hogy... Oh! Az igen! Nagyon szép, te jó ég! Hát nem vagyunk ehhez hozzászokva. Micsoda gól! Jézusom! De jó! Mekkora gól az anyádon is, egy kapus öreges, aki... Hát mi volt ez tőle? A középpályásunk meghúzta váratlant. Egy gyönyörű kiflit rakott bele. Ja, tényleg? Pati gyerek úgy döntött, hogy nem műteti meg magát. Hát, mit gondoltok erről? Gondolunk erről valamit? Meglepő dolog egyébként. Valahol, meg nem is meglepő. Én megértem mind a kettő döntést. Soha a büdös életben én nem fogom átlátni azt, amit ő lát. Az biztos, hogy iszonyatosan profi szakemberek mondják meg neki a véleményt, és hagyták, hogy döntsön. Kíváncsi leszek rá tényleg, hogy ki lesz vele. Azért biztos, hogy nagyon komoly részleteket ott nem is osztottak meg. Szerintem elég kockázatos. Tehát így is sokat kell kihagynia, meg úgy is sokat kell kihagynia. Tehát most miért döntött akkor így? Na most akkor egy hónappal hosszabb ideig lenne sérült, hogyha megbüntetné magát, szóval nem tudom. Én megértem egyébként, tehát ez valami lábműtét lett volna talán, ha jól emlékszem. Hát lábműtét, hú gyerekek. Nekem volt ismerősöm, aki mesélt lábműtétől, ez egy borzasztó dolog. Egy labdarúgó életében meg szerintem pláne. Hú, katasztrofális. Hát az egy olyan tortúra. Hú, nem. Én ezt soha nem csinálnám végig szerintem. Vagy hát nyilván, persze nincs más választás az emberek, akkor hogyne, de az egy nehéz dolog. Az mentálisan is, ez komoly. Nagyon-nagyon komoly dolog ez. Nem véletlenül írtak egyből újságok arról, hogy szakember segítségét fogja kérni majd a sérülés feldolgozása miatt. Hát nem vagyok meglepődve kicsit se. Hát ez brutál durva. Gondoltam, vele marhára fiatal srác. Körbeugrálta már fél világ szinte. Ami azért elég nagy probléma szerintem. Nyilván tette olyan dolgokat az asztalra, hogy azért rászolgáljon, de akkor sem kellett volna szerintem hagyni ezt a túl nagy teher volt a vállán. És az a durva, hogy rárakták ezt a terhet, és ennek ellenére is mindig, amikor visszatér, tudott villanni. Tehát ez a nem akármi. Tehát nem csoda, azért mondom, hogy rászolgált ezekre a dolgokra, csak akkor sem kéne ezt annyira hagyni. Meg az embereknek nem kéne így körbeajnározni, basszus, bárkit. Tehát ez akkora teher, olyan teljesítmény kényszer van az emberen, gyanítom, hogy brutál. Milliók rajonganak, érted? Hát önmagában ez a tudat. Jön egy sérülés, pam, tervusz. Ködben kiegyenlítettek ezek a szarháziak.
na, Putyin, Putyin! Veszélyesek vagyunk még mindig ennél az akciónál. Hát most már így lehet, hogy nem. Hát így már nem. Jaj, de meghátráltunk. Na, Dudik! Az nagyon veszélyes! Mellé lövi. Viszont Dudik, mióta ezt a taktikát használjuk, jól játszik. Ő szélsőként egyértelműen jobb. Bennünk van a győzelem. Szia, Ivin! Ja, világos, Lesi. Igen. Hát meglátjuk, mi lesz így belőle. Kíváncsi leszek. Kár lenne érte igazából. Akkor is ezt mondanám egyébként, hogyha a Real Madridnak a tagja lenne, vagy bármelyik másik csapatnak a tagja. Egy jó játékos egy sportnak mindig kell. Még akkor is, hogyha van mellette sok másik. Mindig fontos dolog. Hú, szinte a hol vonalról Lobov. De Franzban nem játszunk jól. González. Nulla. Elől. Behozunk valaki mást akkor oda előre most. Csirukot megpróbálhatnánk esetleg. Gyerünk. Hatvankilencedik perc, fogytál az idő. Mindig egy-egy az állás. Teterenko, távol, és megint gólt lő Teterenko. Hát ezt nem hiszem el, ballal. Most meg. Húha, oda néz. Gyönyörűen megcsináljuk neki a területet, letesszük lövőre, oda lőtt, bemozdul, és tehát ott a rés gyönyörűen rálövi, és pontos az a lövés. 2-1 ismét. Teterenko jó voltából. Hát ez... ez nem akármilyen dolog. Jönnek a vendégek, vigyázni kell. Magnoszki véd végül. Ki a Bence? Magnoszki. Hozzuk ki szépen a labdát, ez megvan, jól megy. Ha, csak meg lesz a labda kihozatal. Úgy van Dudik. Ez a középpályára. Mina egy picikét útban van. De tiszta hülye ez a Mina. Ez teljesen vakon van. Hova szaladgál ő egyébként? Nem is értem. Csiruk! Teterenko! Aszta! Hát már lehet, hogy fáradt egy picikét, aztán nem bírta emiatt befutni azt a labdát. Fú, de veszélyes volt. Hát Csiruk nem szállt be rosszul a mérkőzésbe. Volt egy jó passza, amiből gólt kapunk. Amit a kontrából, persze. Csak hát ugye na. Istenem! Hát... hogy távol a leopárd lába szárán, te tetőláda. Bocsánatot kérek. Hát a rohadt kurva eget. De jó. Még azért van vissza egy pár perec. Még lehet bármi. Csiruk! Meccslabda! Nem hiszem el! Ajtóablak! Elrúghatta volna jobbra is, meg balra is. Erre belerúgja a kapusba. Hát milyen egy ez csatár? Nagy szar ez, nem csatár.
Na most megint a vendégeknél van a lehetőség, az meg Lash volt. Sálóját bele. Szedjük már össze magunkat, hát mi az, hogy támadnak a vendégek már? Kirúg. Át a túloldalra. Micsoda keresztlabda volt Dudiknak. Gyerünk! Hát Dudik, öregem, ez a gyerek elfelejtett focizni itt a második félidőben. 6,5-nél van már értékelése. Te ez mit csinált? Adott egy gólpassz az ellenfélnek? Vagy ez most minek köszönhető? Teljesen érthetetlen ez számomra most. Laksa. Na, jó van, legalább volt egy szép blokk. Halleluja. Lecserélem a fél csapatot. Hogyha húzzám az időt. Ez a taktikai csel. Trójai falunk. Csiruk! Következő meccsen kezdő lesz a Csiruk. Komolyan mondom. Jó, akkor inkább x-eljünk le. Basszus, meccs végére elfogytunk teljesen. Nem tudom, mi a szart kéne állítani. Nem bírja a csapat ezt az intenzitást amúgy. Már rég meg kellett volna nyerni a mérkőzést amúgy, az a baj szerintem. Marhára nagy az intenzitás. Fél perc, ha vissza a mérkőzésből. Vagy sűrűbben kellett volna cserélnünk. Ja, korábban, vagy sűrűbben? Korábban. Korábban sokat. Megmaradjon a tempó elől legalább. Putyin! Eldőlt a meccs! A kurva anyádat! Utálom ezeket a helyzeteket. Gyerekek, 100%-os zicserek vannak majd, hogy nem. Folyamatosan egész szezonban ilyen helyzeteket hagynak ki a srácok. De nagy szar volt. Ides is tálóját bele abba, öcsém. Mit mondhatnék? Jó van! Nem lehet nektek soha jót mondani, az itt a baj. Hát szerintem most ment el a fejutás. Emesetem nyerünk meg. Ja, korábban kedvon a cserélnem amúgy. Elfáradtunk. Olyan ritmus váltott itt a végén az ellenfél csapat, hogy tudtuk ezt reagálni egyáltalán. Nem bírtuk már. Hát van még vissza 3 mérkőzés. Matematikailag még bőven van esély a fejutásra. Hát matematikailag. Utálom ezt a matematikát. Labdarúgásban. Hova tervezek menni ezután? Ha innen elmegyek? Ma tesz. Hát figyelj ide. Szívem gyöngyvirága. Édesdrága. Egyetlenem. Honnan a jó büdös viharvert jó égből tudnám én azt? De most úgy nagyon őszintén és szépen kérlek, mondd meg nekem. Apukám, egy földön futó szar jószág vagyok. Egy szar büdös nagy senki vagyok. Hát, sehova nem kellek én. Ó, Istenem!
Akkor jó, Matesz, akkor jó. Na. Ez ragályos ám, tudod-e? Semmi terv, így feladod. Hát, most mit lehet tenni? Majd valami csak lesz. Hát most na. Hány elfogult vagy amúgy, csalódás. Ennyi után, ugyan? Nagyon elfogult vagy. Egyébként meg teljesen lutri, hogy hova megyünk. Nem lehet kiszámítani. Bárhova fölvehetnek, hogyha úgy döntenek. De mindjárt várjál csak. Bepróbálkozok a vezetőségnél, hogy elengednek-e vajon. Ja, hát nem is lehet velük beszélni erről. Hát ez nagyszerű. Hát na, ennyi. Hétvégi hülye gyerek vagyok, aki néha rúgta annó a bőrt. Meg van egy nacionális A-licenszünk. Ennyink van. Hát ez nem sok. És még egy csillagos hírnevem sincs. De! Lassan ott tartok, hogy rekordokat döntögetünk itt az Agro FC élén. Vagy VPK. Minden FC teljesen minden VPK. Ukránul a VPK az olyan, mint nem magyarul az FC. Sliva. Ezt a mina gyereket én olyan szívesen megkergetném. Az a jó régi, azon az igazi retro kaszával. Az nem a motorossal, az úgy utána szaladnék, te tudjátok meg. Ez a fickó előző meccs, és gondoljatok vissza, miket művelt. Hát befutott a csapattársa elé. Hát utána meg hátba rúgta a középpályásunk. Vakon van a fickó. Teljesen. Olyan semmi beteg, nem lehet mit csinálni vele. Na, jó van, leszálltam a magas lóról. Következik a következő rangadó. Ja, ilyen megye 4-es kiegészítő kellene, így van. Így van. Pontosan. Az az igazi. Mennénk nagy kanizsára megint fölhozni ezeket a ruhagyurikat. Megtanítanám őket rendesen pókerezni. A szemtelen banda. Tényleg most kanizsáról van valami hír? Hogy játszanak ők? Mert most ott tudom, hogy volt valami tróger edző, levitte őket alsóházba szinte. Most visszajött a régi edző, most azóta már szárnyalnak. Most azóta ez a szárnyalás tart-e? Vagy esetleg az a szárnyas kapott egy-két lyukat már, így alulról, vagy mit tudom én honnan, valahonnan kapott, kész. Nem kell túl gondolni semmit sem. De amúgy a csapatkapitányunk nagyon hülye gyerek. Ő a csapatkapitányunk, 5-ös futása van, tehát ez azt jelenti, hogy még én is gyorsabb lennék nála. Atya szentég. El tudjuk képzelni? Azt a de döbbenetes. Mi folyik itt?